Azt hittem, hogy vége van a nyárnak, de még most is arra járnak, amerről pont én jöttem. Tűzbe estem, veled laktam, a lángok között többet kaptam, mégsem értetem. Százszer elmet körbejárok, megforgatom a világot, megkarcolom fenn a felhőket. Szárnyak visznek, s azok hoznak, szívemből kincset lopnak, közben az eső is elered. Sáros fölbe belelépek, csak azért, mert érted élek, ez az út, ami vezet hozzá. Eső csepp arcodon folyik, nekem könnyen nem látszódik, letöröltük s elfelejtjük már. Ez az út, ami vezet hozzá. Az eszem járkál össze-vissza, körülött terelmém vissza, vissza minden szabad járását. Bolond képzelt, nem is értem, nem is nézem, merre lépek, elbotlok majd lelked fonalán. Sáros fölbe belelépek, csak azért, mert érted élek, ez az út, ami vezet hozzá. Eső csepp arcodon folyik, nekem könnyen nem látszódik, letöröltük s elfelejtjük már. Ez az út, ami vezet hozzá. Egyszer, kétszer belenézek szép szemedbe, tengerkékbe, álmot látok, s én is ott vagyok. Este felé jár az idő, teljes csöndben vállamra dőlsz, én is halkan kezed megfogom. Kezed fogom, átölellek, apró csókokkal nevellek, de meghagyod, fújjon át a szél. A hajadba belekaphat, nem érdekel, nem zavarhat, mosolyod emellett olyan szép. Sáros fölbe vele lépek, csak azért, mert érted élek, ez az út, ami vezet hozzá. Eső csepp arcodon folyik, nekem könnyen nem látszódik, ha letöröltük s elfelejtjük már. Ez az út, ami vezet hozzád. Sáros fölbe belelépek, csak azért, mert érted élek, ez az út, ami vezet hozzád. Eső csepp arcodon folyik, nekem könnyen nem látszódik, letöröltük s elfelejtjük már. Ez az út, ami vezet hozzád. 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 Nagyon különleges a te zenéd, egy szál gitárral, ilyen fiatalon színpadon állni. Mikor kezdődött neked a zene szeretete? Köszönöm szépen, sziasztok! A első osztályban kezdtem el népzenével foglalkozni, pontosabban citerával, és ezt viszem még máig is. Aztán pedig még ugyanúgy általános iskolában a szintetizátort is elkezdtem, és ezekkel kezdődött ez a folyamat. Aztán pedig a gitárral is megismerkedtem anyukámnak köszönhetően is, és így jutottunk idáig. És hát ugye a dalszövegeket is te magad írod. Kicsit azt hallottam, hogy ilyen romantikus stílusban írod ezeket a dalokat. Hát igen, szerintem a szerelem az egyik legszebb érzés, és nyilván ez az embert uralmába ejt, és nekem ez kijön lélekben. Ezzel ki tudom magam fejezni a zenében, ki tudom magamból írni, amit érzek. Én azt gondolom, hogy ehhez a szövegstílushoz valóban a gitár passzol a legjobban. Nem is gondolkodsz már több hangszerben? Dehogy nem, most a kedves zsűrivel is beszéltük, hogy ők is ajánlották, hogy akár fel is lehetne hangszerelni, vagy esetleg összeállni másokkal. Én is gondolkodtam már benne, sőt már próbálgatunk is akár dobot alá rakni, vagy vonós szekciót, de még nem történt meg az a megfelelő munka a dalokkal, hogy ez tényleg kompaktul kész legyen. Szóval most így csak egy szál gitárom van.
gyakorlatilag akusztikus, egyszemélyes zenekarként. Igen. Volt már koncertélményed egyébként? Persze. Játszok egy zenekarban, ott Tokajban, ahonnan jöttem, a Bászián zenekarban. Ne tévesszem meg senkit a neve, mert keményebb zenét játszunk, de már velük koncerteztünk a Tokai Utca Zenefesztiválon is, részletünk most ősszel, és már voltak kisebb koncertjeink is, itt-ott a városban is, meg Pesten volt egy. Na, hát azért ahhoz képest, hogy milyen fiatal vagy, ez nagyon sok koncertélmény. Mi volt ezek közül a kedvenced? Talán a legutóbbit mondanám, Pesten a S8 Underground klubban léptünk fel. Az egy kicsit ilyen nem a mi stílusunknak megfelelő hely, de mondjuk, hogy épp, hogy oda illett a mi zenénk, és azt választanám, mert ott már profi munka folyt a hangosítással, meg úgy mindennel is kapcsolatban. Tehát azt tetszett a legjobban. Ugye a te műfajod, ez az indie pop, akusztikus indie pop, nevezzük akkor nevén. Igazából bárkit szíven tud találni. Kaptál már valaha negatív kritikát ezzel kapcsolatban? Éppen Benji barátommal beszéltük, aki elkísért most ide, hogy a zsűri majd milyen kritikákkal illetne engem meg majd a előadás után, és arra jutottunk, hogy eddig még nem mondtak olyat, ami olyan nagyon rosszul esett volna, annyira negatív kritika nem is jött, szóval ezt mondanám, hogy még nem találkoztam ilyen nagyon rossz kritikával, ami rosszul is esett volna. Nagyon sok egyébként hozzád hasonló zenekar van szerintem most Magyarországon, akik tényleg szívből zenélnek, és nagyon minimális hangszerekkel. Neked kik a kedvenceid, akiktől esetleg inspirálódni tudsz? Magyarországon? Akár, de mondhatsz külföldit is. Hát akkor megmondom őszintén, hogy elsősorban a leginspirálóbb személy számomra Ed Sheeran volt. Amikor kijött a Shape of You című dala, az előtti karácsonyon kaptam egy gitárt, és onnan kezdtem ugye építkezni, és ő volt a leginspirálóbb számomra, de magyar viszonylatban pedig a Republic, Bogosi Brothers Company, Margaret Island, Konyha, tehát sok zenekaron igazából, meg sok előadó, akiket fel tudnék idehozni. Én azt gondolom, hogy a mai fiatal lányok számára, hogyha egy fiú tud gitározni, akkor az abszolút kedvenc. Ez valóban így van? Hát találkoztam már ilyennel is, igen, de megvan az ellentétés, szóval nem feltétlenül, vagy lehet, hogy csak nem mutatják ki, vagy lehet, hogy nem is tudom, hogy igazából, de annyira, amit például filmekben látunk, vagy bárhol, olyan nagy rajongás még nem sok volt, de azért volt pár. De kimondtad a kulcsszót, még nem volt, de hát ezután még bármi jöhet. Hány éves vagy te, mert nagyon fiatal? 18 éves vagyok, áprilisban töltöttem. Hát akkor még tényleg most kezded a rajongó táborgyűjtését. Mi a terved mondjuk erre az évre, 2021-re? Hát ugye az előző év eléggé szürke volt, így hát most ezért is vagyok itt. Gondoltam, belevágok egy új kalandba, mert eddig nem játszottam saját zenét nagyobb közönség előtt, inkább csak baráti társaságokban. De 2021-ben szeretném tovább terjeszteni a zenémet, mint baráti társaságokban is, vagy akár országos szinten is. Ez a tehetségkutató jó lehetőség volt számomra így. Mikor tervezed mondjuk a nagy lemezt? Mert az ilyen akusztikus nagy lemezek azért szerintem népszerűek, és egyre népszerűbbek. Természetesen szeretném a dalaimat felvenni, viszont még lehetőség nem jött rá lehetőség. De most is ajánlottak fel akár felépítési lehetőséget is épp a koncert után. Szóval remélem, jönnek majd a lehetőségek, és azt ki szeretném használni. Nagyon helyes, így kell építeni a karriert. Szerinted egy tehetségkutató, vagy egy klip mennyire lehet ugródeszka egy kezdőzenésznek? Szerintem az igazán jó, mert valahogy el kell kezdeni nyilvánvalóan. Én is most itt jó kritikákat kaptam, megismertek engem itt az emberek, akik itt voltak. És úgy gondolom, hogy ezzel el lehet indulni. Mondjuk 10 év távlatban, hogyha nézzük, akkor 10 év múlva szerinted hol és miről fogunk beszélgetni? Hú, jó kérdés, köszönöm. Az, hogy hol, az... Hát szeretnék Magyarországon, szeretném kimeríteni azokat a lehetőségeket, amiket az országban lehet, akár A38-as hajó körzetében, vagy akár bármelyik nagy színpad közelében beszélgethetnénk, és akár egy szágitára, vagy akár kiegészülve is szívesen színpadra állok. És miről beszélgessünk 10 év múlva? A 10. nagy lemezről? Hát ha nem is a 10. de 1-2 már jöhet.
Legyen így, köszönöm szépen. Én köszönöm. Nézd, de szép, ahogyan úszik a felhő az égen, szivárvány kér fel táncra éppen. Ne menj, még várj, valamit én is szeretnék adni, valamit a szívedben is ott hagyni. Ha félek, karolját, attól mindig megnyugszom. A szívem még fáj, de tudom, hogy nálad otthon vagyok. Ha félek, karolját, attól mindig megnyugszom. A szívem még fáj, de tudom, hogy nálad otthon vagyok. Kép, régi kép, fekete-fehérben tompa fény, együtt talán szint is vihetnénk vele, veled. Hiába tartanám a számot, már úgy is tudnád, mit jelent a félek karolját. Attól mindig megnyugszom, a szívem még fáj. Ha félek karolját, attól mindig megnyugszom. A szívem még fáj, de tudom, hogy nála otthon vagyok. A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.